A látássérült embereknek nap mint nap meg kell küzdeniük olyan akadályokkal, amelyek látó embertársaik számára észrevétlenek, nem jelentenek problémát. Ahhoz, hogy munkát vállalhassanak és hozzáférhessenek azokhoz az információkhoz, amelyek a látók számára rendelkezésre állnak, segítségre, speciális eszközökre van szükségük. Egy látássérültnek sokkal több szoftverre és segítségre van szüksége az informatikában, mint egy épplátású embernek, hiszen képernyőt nagyít, kontrasztot állít, más színű egeret használ, nagyobb egeret használ, felolvastatja a képernyőt, és ezek a szoftverek elég drágák, tehát ugye a 150-től a 300 ezer forintig. Van ingyenes szoftver is, a beszélő Linux, a Belux, de ugye Linux rendszerű gépek nem igazán vannak, sőt munkahelyen egyáltalán nem tudok róla, hogy ezt használnak. Na most ezeket a programokat saját magának egy látássérült ember nem hiszem, hogy meg tudja vásárolni, tehát az a 150-300 ezer forint, ez iszonyatosan sok. A munkáltató egy-egy ember kedvéért nem fog ennyit beruházni. Pályázatokon lehet elnyerni ezeket a programokat azoknak, akiknek úgymond szerencséjük van. Az informatika látássérültekért alapítvány pályázatokat szokott kiírni évente, ahol képernyőfelolvasó programot, nagyító programot lehet pályázni, számítógépekre lehet pályázni, és karakterfelismerő programokra lehet pályázni. A szövetség országos szervei, legfelsőbb szerv az országos küldőgyűlés. Ez a JAWS for Windows nevezető képernyő olvasó szoftver, ezzel tudjuk használni magát a Windows operációs rendszer, valamint ezen a különböző böngészőket, internet használatra, a különböző levelező programokat, levelezéshez, e-mailezéshez. Az elnök szerint a munkáltató nem fog látássérültet alkalmazni addig, amíg van olyan munkaerő, aki másra is befogható akkor, amikor nincs informatikai feladat. Itt, hogy tényleg látássérültet vagy megváltozott munkaképességűt alkalmazzanak, egy sokkal nagyobb társadalmi szolidaritásra lenne szükség, ez az egyik. A másik pedig én azt gondolom, hogy egy sokkal jobb, megbízhatóbb képzésre, hiszen a mai napig a látássérültek informatika oktatása, informatikát csak látóval együtt tanulhatnak. Egy módja van még, hogy tanulhassanak, és OK és vizsgára elmehetnek, a Kandó Kálmán Főiskolán tanítanak informatikát látássérülteknek Ecseli Csaba vezetésével. Ő szintén egy vak informatikus, és ugye alakultak a látássérültek elemi rehabilitációs központjai országszerte. Na most itt van lehetőségük minimális szinten az informatikát megtanulni, de ez nem szakma jellegű, nem szakma szinten van, hogy ők tanulhassák, hanem az, hogy otthon használni tudja. Kérdéses, hogy vajon tudja használni, mert visszaértünk ugyanoda, nem tudja megvásárolni ezeket az eszméletlenül drága programokat. A képernyő felolvasó működik 45 percig hitelesítés és megvásárolt program nélkül is, a nagyító program ugyanígy 90 napig életképes, de ez kevés. Ugyanez vonatkozik a többi olyan segédeszközre, amivel a látássérült a saját életét könnyíti meg. Például megtanítjuk a különböző nagyítók, olvasó televíziók használatát a rehabilitációs központokba. Egy olvasó televízió mondjuk 980 ezer forint, nem fogja magának megvenni, viszont eszméletlenül jó lenne, hogyha elmegy ügyet intézni, akkor ott el tudja magának olvasni, ki tudja tölteni, alá tudja írni. De ezek az eszközök nem jelennek meg semmelyik hivatalban, néha-néha egy-egy könyvtárban látok ilyet, ugye azokban a könyvtárakban, akik már a pályázati programban benn voltak. Pedig ez is egy lépés lenne az esélyegyenlőséghez vezető úton, teszi hozzá a MEN Végyosz vezetője. Azokat a látványos dolgokat, hogy járdaszegély, hogy felfestések, hogy Braille-be ki van mindenhova írva, valamit elkezdtünk, de azt a részét, amire most nagyon nagy hangsúlyt fektet az állam, hogy ezeket az embereket visszavezetni a munkaerőpiacra, hogy befizető polgárok legyenek és ne eltartottak, képzés nélkül, megfelelő, jó minőségű képzés nélkül, az eszközök biztosítása nélkül nem lehet.
Szakály Melinda azt is elmondta, hogy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége próbál pályázni, de a kiírás szabályainak nem mindig tudnak megfelelni. Tavaly volt egy támogatott pályázat, amit nagyon-nagyon szerettem volna beadni. Ez úgy nézett ki, hogy munkaerőpiacra lehetett volna visszavezetni embereket képzésekkel, meg lehetett volna vásárolni és kiadni az eszközöket, tehát amivel megkönnyítjük az ő munkáját. Csak sajnos most jelen pillanatban az MVGYOSZ úgy áll, hogy vannak természetes személyi tagjai, tehát egyének, emberek, és vannak jogi személyi tagjai, ezek pedig az egyesületek, és a pályázat feltétele az az volt, hogy 50% plusz egy jogi személyi tagja legyen, tehát ebből mi kiestünk, hiszen a természetes személyi tagjaink 80-an vannak, akik fizettek. A helyzet azért is elkeserítő, magyarázza tovább az elnök, mert igény lenne ezekre a tanfolyamokra. Azok az emberek, akik már megszokták és biztos rokkantsági nyugdíjt kaptak, most már ugye rokkantsági ellátás, valószínűleg, hogy a biztosat választanák. De mivel a rokkantsági nyugdíj intézménye úgymond megszűnt, NRSH szakvéleményt adnak ki, és a megmaradt munkaképességet vizsgálják, és így döntik el, hogy visszavezethető-e az ember a munkaerőpiacra, és úgy látom sajnos, hogy jelen pillanatban már azok az emberek is úgymond visszavezethetők a munkaerőpiacra, akiknek sem szociálisan, sem egészségileg szerintem abszolút nem odavalók. Valószínűleg, hogy akik most kerülnek ki a képzésből, ők mind úgymond rehabilitálhatók lesznek. Tehát ők kénytelenek lesznek valahogy tovább lépni, különben ellátás nélkül maradnak, tehát ők kénytelenek lesznek dolgozni menni. És itt jön be az, hogy igen, szükség lenne a képzésekre. Az Informatika a látássérültekért alapítvány honlapján most az InfoAlp februári ingyenes 8 órás képzésére hívja fel a figyelmet, melyben a látássérült gyermekek és felnőttek családtagjai számára közérthető módon mutatják be azokat a legfontosabb szoftvereket, hardvereszközöket, mobiltelefonos alkalmazásokat, melyek megkönnyítik a látássérült emberek mindennapjait, a gyermekek, fiatalok tanulását, információszerzését, de akár a munkavállalásban is segítséget nyújthatnak. Ismertetik továbbá a résztvevő családtagokkal azokat a lehetőségeket, kedvezményeket, amelyek kinyithatják a látássérült emberek számára a világot.